A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most, kedves nézőink, az elmúlt időszakban megszokhatták, hogy kiemelten foglalkozunk ebben a műsorban is a Vörösmarty Színház mindennapjaival, és nem csak az előadásokról beszélünk, hanem megismertetjük önökkel mindazokat, akik sokat tesznek azért, hogy a magyar nyelvű színház színjátszás bölcsője népszerű legyen Fehérváron és Fehérváron túl is. Megismerhettük már a színház művészeti vezetését, azokat a színművészeket, akik estéről estére nagyon sok örömet szereznek nekünk, és most pedig egy kicsit a hátteret kutatjuk, hiszen olyan vendégeket invitáltam meg, akik szintén nagyon sokat tesznek azért, hogy a Vörösmarty Színház valóságosan a miénk legyen. Vendégem Várkony Éva, a színház értékesítési vezetője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy köszönöm szépen a meghívást. Nos, hát idestől több mint három évtizedről kell, hogy szó essék, mert én azt hiszem, hogy te vagy az, aki erről a színházról mindent kell, hogy tudjon. Hiszen nem feledhetjük el, hogy azt az időszakot is megélted, amikor befogadó színház volt, és nem saját társulattal, és egészen a napjainkig, amikor már azért kimondhatjuk, hogy országszerte ismert. Ezt a vonulatot tárjuk fel. Kezdjük talán azzal, hogy miként kerültél a színházhoz az első időszakban, és milyen volt az az időszak, hiszen ezt Péterfi Attilát tisztelhettük akkor, mint a befogadó színház igazgatóját. Igen. És annyira örültem, hogy a felvezetőbe viszont mindig kiemelett, hogy a magyar nyelvű színjátszás bölcsője Székesfehérvár. Ezt mindig én is elmondom, amikor visszajárás van, és én azt gondolom, hogy erre nagyon büszke lehet Fehérvár. De nyilván most egy picit elkanyarodtam a kérdésettől. Tehát amikor tehát a középiskolába fertőzöttem meg igazából a színházzal, nekünk nagyon jó osztályfőnökünk volt, egy pályakezdő volt, én vegyipari iskolába érettségiztem, és gyakorlatilag vegyész-laboránsi képesítése, tehát teljesen reál, de az ember ebben a korban még nagyon nyitott, és megismertette velünk a filmeket, színházbérletünk volt, jártunk Szolnokon, ugye akkor nagy színházi élet volt, nagyon jó rendezők voltak, nagyon jó előadások voltak, nagyon sokáig egy vezető színház volt, ugye a Szolnoki Szigligeti Színház, és amatőr színházas voltam, és egy picit elkanyarodtam, mert arra gondoltam, hogy esetleg milyen jó lenne színésznek lenni, színművészetire, stb. Tehát jelentkeztem a Szigligeti Színházba, hogy belekóstoljak ebbe a világba. És akkor, mint sugó tudtam gyakorlatilag elhelyezkedni, és gyakorlatilag onnan egy ilyen, hát hogy is mondjam, szerelem, vagy talán azt gondolom, hogy úgy éreztem, hogy megvan a helyem. Tehát, hogy ez az alkotói közösség, az nekem nagyon-nagyon izgalmas. Hát színész nem lettem igazából, de most már nem is bánom, hogy nem lettem színész, azért látom a mindennapi életüket. Nagyon gyönyörű ez a szakma, de nagyon kemény is tud lenni. És én azt gondolom, hogy csak annak tud igazából kiteljesíteni az élete színészként, aki tényleg megkapja azokat a feladatokat, amire vágyik. Különben elég sok munka van, hogy az ember lelkileg és mentálisan rendben legyen. És én nagyon örülök, hogy a háttérbe segíthetem az ő munkájukat. Méghozzá kiemelten azt hiszem, hogy a jelenben, és majd eljutunk eddig is, de mindig voltak hullámvölgyek a színház látogatottság tekintetében. Főleg nehéz feladat lehetett egy befogadó színházba, függetlenül attól, hogy sokan azt gondolják, hogy amikor megérkezik egy jelentős társulat egy városba, akkor egyszerű ezt intézni, hiszen akkor mindenki rohan jegyet vásárol és szeretne ott lenni. Ez nem egészen így van, ez egy rendkívül kiemelt szakma a tiéd. Tehát egy olyan hivatás,
amin nagyon-nagyon sok múlik. Hát igen, gyakorlatilag mi kapcsoljuk össze a produkciót a közönséggel, és ez egy nagyon fontos, van egy nagyon jó pofa grafika, most ezt nem hoztam el, pedig lehet, hogy jó lett volna. Szörföztünk a neten, és egyszer megtaláltuk a kolléganőmmel, és nagyot mosolyogtunk, de annyira kifejező, mert egy sziklaperemet képzelj el, a sziklaperemen van egy libikóka. A libikóka egyik szárán ül a közönség a kis székén, a szakadék felett, a libikóka másik szára a szakadék felé nyúlik be, és azon pedig rajta vannak a színészek. Tehát ezt körülbelül így tudnám neked összefoglalni, hogy gyakorlatilag, hogyha ott nincs közönség, akkor ők beleesnek a szakadékba. Tehát a kolléganőimnek is mindig ezt kis mottóba szoktam mondani, hogy tudjátok, a libikóka, és annak tényleg mindig úgy kell lennie, hogy a színész följebb legyen, tehát hogy a színpadi produkció följebb legyen. Ugye Péterfi Attilával kezdtük, aki 1983-ban lett igazgató, és nála már én még emlékszem rá fiatalként, hogy megjelent ahogy az a törekvés, hogy egy saját arculatú alkotó munka elkezdődhessen. Te hogy élted meg, hiszen Péterfi Attiláról ritkán beszélünk, holott ő teremtette meg a lehetőségét, hogy most, ha úgy tetszik, az egek felé induljon el a társulat. Igen, annyira jó, hogy ezt mondod. Én azt gondolom, hogy ahogy záródott a koronázási szertartás játék, én mindig azt gondolom, hogy igen, a gyökerekkel is kell foglalkozni. És az alapjait tényleg ő teremtette meg, ő 1983-ba került a színházhoz, és 20 évig, 21 évig volt az igazgató, egészen 2003-ig, és utána volt ugye egy igazgatóváltásunk. Én 86-ba érkeztem Fehérvárba, és 87-től dolgozom a Vörösmarty Színháznál. És valóban Bújtor Istvánnal, ők közösen, és Iglódi Istvánnal közösen gondolkodtak, és szerették volna azt, hogy legyen egy-egy saját bemutató. Ezek voltak, te biztos emlékszel, igen, Egerek és emberek, kakukkfészeket. A kakukkfészek valami 75 előadást élt meg, az első kakukkfészek, amiben még Eperjes volt, a Mac Murphy. Játszottak benne a Nagy Judit színész csapata is benne volt, és Meszléri Judit volt a főnéni. Tehát a zseniális előadás volt. És nem feledhetjük, hogy azért Bújtorék hívására folyamatosan érkeztek a nevesebbnél nevesebb színészek. Igen, ott volt egy Mafilm társulat, és akkor azokat szerepeltettük. Vagy se szerepeltették. Ilyenkor különleges felelősség a marketingvezető dolga is, ugye? Hát akkor még, ez nagyon jó kérdés, hogy mondtad, akkor még marketing szó hát sem volt. Ezt a szót nem ismerték, nyilván nyugaton ismerték, de Magyarországon ezt propagandának hívták. Tehát inkább ez volt rá a kifejezés, és nem is volt ennyire a köztudatba. És most éppen azon gondolkodtam, hogy jöttem hozzád, hogy csak most egy szeletét mondom neked, például a nyomda, hogy mennyit fejlődött azóta, mondjuk a 80-as évek óta napjainkig, amikor már egy digitális nyomat van, és emlékszem, hogy én még úgy mentem, hogy a nyomdába a betűket szedte ki a nyomdamester, és én azokat a plakátokat korrektúráztam, bocsánat, most megint egy picit elkanyarodtam, de hozzátartozik, hogy tényleg volt egy evolúció is, nagyon sok kapcsolódó terület, például mondjuk a nyomdatechnika. Tehát ezek kulcspillanatok voltak a szakmai életedben is mindenképpen. Igen, és én az értékesítésre érkeztem akkor, és mindent mit csináltunk. Tehát mi kis csoportunk gyakorlatilag, csak nem hívták még marketingnek, az majd egy következő lépés volt. 1995 az egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Én azt hiszem a mi életünkben is. Én csak kapkodtam a fejem, hiszen akkor jött Brunner Márta az önálló társulathoz, Fehér Adrien, csak kivonatosan Szomor Gyuri, Várfi Sanyi, Zakariás Éva és Závodszky Noémi, aki azért még mindig köztünk van, hála Istennek. Igen. És ráadásul ez egy veretes társulat volt. Mennyiben nehezítette, vagy illetve könnyítette meg a munkádat? Ez egy óriási kihívás, hogy egy új társulat. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amit föltettél nekem. Mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Tehát amikor befogadó színházként működött a Vörösmarty Színház, egy-egy saját bemutatóval, tehát amikor már elkezdte az önálló lépéseit, hogy azért itt mégiscsak lehet, hogy egy társulatnak kellene majd működnie, akkor a fehérvári közönség egy nagyon
nagyon széles palettát tudott látni, mert az ország minden pontjáról érkeztek. Kaposvárról, Pécsről, Víg Színház, Madách Színház, tehát egy nagyon-nagyon jó választék volt. És jó volt a vásárlóerő is. Azt azért el kell mondanom, ott jutott a kultúrára pénz, sőt, ugye szakszervezetek, stb. Direkttel különítettek forrásokat, és jött a közönség. Akkor pedig ugye 633 fős volt a nézőtér, tehát ez még a régi színházat jelenti, ugye, tehát ott egy jó nagy nézőterünk is volt. Viszont különbség van nyilván a felvezetésben, és a ilyen értelemben a marketing munkában is, hogy egy kész darab érkezik, vagy pedig végig kell kísérni azt a folyamatot, ahogy majd egyszer csak a nézők elé kerül. Persze, egész más, és még visszatérve a kérdésedre, hogy 95 tényleg egy meghatározó volt, és a város vezetés részéről egy nemes gesztus volt, hogy úgy döntött, hogy Székesfehérvárnak legyen állandó társulat. És most megint visszakapcsolódok a felvezető szövegedhez, hogy mégiscsak a magyar nyelvi színjátszás bölcsője volt, és akkor ha színház, akkor tényleg megérdemli azt, hogy legyen önálló társulata. Én 97-re emlékezem különösen szívesen, mert hogy megérkezett Kállai Ilona és Szabó Gyula, én azt hiszem, hogy mindenkit mosolyog, ha visszaemlékszik erre az időszakra, hiszen egy legendák jöttek hozzánk, közénk, nekünk. És igen, nekünk játszottak, és velük lehetett találkozni az utcán, és azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus, ilyen értelemben marketing húzás is volt egyik oldalról, a másik oldalról pedig nyilván erősítette a színház imázsát. Te miként élted meg? Én azt gondolom, hogy ez nem tudatos marketing munka volt, hanem tényleg, ahogy te is mondod, ez a marketing hozadéka volt, mert szerette volna Péter Fi Attila azt, hogy legyenek nagy színészek, tehát akik már régóta a pályán vannak, szereti őket a közönség. Jót tesz a társulat fiatalabb tagjainak is például, hogyha egy idősebb színész is velük van, és a Cilukát nagyon-nagyon szerették a társulat tagjai, és ugyanígy a Gyula bácsit is. Igen, egy fantasztikus társulat, és folyamatosan fejlődött, hiszen érkeztek az újabb és újabb színművészek minden esztendőben, megmaradt a régi mag, és ráadásul jöttek olyan rendezők, akik nagyon sokat tehettek azért, hogy az értékesítési vezetőnek is könnyebb dolga legyen, hiszen egy idő után kapkodták a jegyeket. Igen. Na most az az érdekes, hogy én most értékesítési vezető vagyok megint, de gyakorlatilag én mind a két pályán, fociztam, mert ugye a Péter Fi Attila idejében én a marketinget vittem, és a Németh Marian volt ugye az értékesítési vezetője a színháznak, de nyilván mi kompletten kellett, hogy dolgozzunk, és össze kellett, hogy dolgozzunk. Tehát én mind a két területet bejártam gyakorlatilag szakmailag, tehát rálátásom van mind a kettőre. Milyen volt a Szurdi éra? 2003-ban megérkezett, őt televíziós rendezőként ismertük meg elsősorban, hiszen számtalan sorozatot rendezett a tévében, és új elképzelésekkel jött. Tehát egy kicsit, ha úgy tetszik, kitágult a világ, mert más elképzelései voltak, más társulati tagok szerződtek így ide. Van. Ez mennyiben változtatta meg azt a törekvést, amit te szilárdan végigvittél? Én azt gondolom, hogy tehát a háttérnek mindig ahhoz kell alkalmazkodnia, hogy milyen vezetői koncepció van, milyen művészeti koncepció van. Sokan kérdezték tőlem, hogy nem unod még, nem unalmas, és akkor mindig azt szoktam rá válaszolni, hogy azért nem lehet megunni, egyrészt mert nagyon szeretem, a másik dolog pedig, ahogy egy-egy új igazgató jön, ő mindig hoz egy másfajta koncepciót, és akkor már arra kell ráállni az embernek, azt kell segítenie, és nyilván azt kiszolgálnia. Tehát ez egy munkafolyamat, amihez mi alkalmazkodunk. Tehát mi a művészeti koncepciókban nem szólunk bele, mi gyakorlatilag operatív levezényeljük ezt a dolgot, és nyilván a közönséget összekapcsoljuk a produkcióval. Nekünk ez a dolgunk, erre kell. Viszont emellett nyilvánvaló, hogy kitágult a világ, ilyen értelemben egyre több olyan programot kellett szerveznetek, amelyek kiegészítették a színházi előadásokat, és elkezdték az emberek, a fiatalok, a
Töpörtyüktől a Nagyocskákig megismerni a Vörösmarty Színházat és a munkáját. Igen, tehát hogyha most azt kérdezed, hogy milyen változás volt, akkor a bérleteknél volt egy változás, és a Mikinek nagyon sokan attól féltek, hogy jaj, hát a Miklós akkor jön, és akkor csak musical van. Ez így nem volt helytálló, hiszen egy-egy musical volt, nem az, hogy öt musicalt mutattunk be, amellett te is jártál, hiszen itt figyelemmel kísértétek, nagyon jó együttműködésünk volt a Fehérvár TV-vel. Tehát ott prózai darabok is voltak szép számmal. Egy-egy nagy bemutatott. Ugye a Miklós 2003-ban érkezett hozzánk, és akkor decemberben volt az első bemutatónk, amit a Szomor Gyurival írtak, Vall Attila volt a dalszövegszerző, és Szurdi Miki írt a Diótörő és Egérkirály. Hát imádta a közönség. Mm-hmm. Tehát gyakorlatilag ő akkor letette a névjegyét itt azzal a bemutatóval, mert nagyon-nagyon szerette a közönség. És gyakorlatilag a Miklós vezényelte le a 2004-ben zártunk be, április 30-án, igen, tudod, és akkor másfél évet mi vándoroltunk. Ez az óriás, igen, a felújítás alatt, igen. És a Nemzetitől Szolnokig, Pécsig, tehát egy csomó helyen jártunk és vittük a darabjainkat, seregélyesen indítottunk bérletet, tehát az egy ilyen vándoridőszak volt, ezt is vele éltük meg. Rengeteget dolgoztunk, rengeteget dolgozott a háttér is, de volt egy nagyon jó hangulat, tehát munkahangulat. Szerettük egymást, nagyon jól tudta ösztönözni az embereket, és tényleg őt is, és a közönség is nagyon szerette a Miklós. Tehát. Egyébként ez kiemelten fontos, amit említettél, hogy a háttérben is mindenki együtt egymásért dolgozik. Tehát nyilvánvaló, hogy az a légkör nagyon sokat segít a színművészeknek is, és mindenkinek, a világosítótól az értékesítési vezetőig mindenkinek. Igen. A változás után, amikor Miklós ment, és Vasvári Csaba jött, aztán Quintus Konrádig menjünk most, hiszen ez is egy különleges időszak volt, mert ugye nem nagyon tudták az emberek, a színházba járó emberek, hogy akkor most hogy lesz miként. Tehát nem voltak biztosak abban, hogy Vasvári Csaba hosszasan marad, aztán nem tudtuk, hogy ki lesz az igazgató. Ezt miként éltétek meg ti? Hát nézd, mi kézténként éltük meg, hogy megtörtént az igazgató választás, és nem a Miklós nyert. Vasvári Csaba került ugye igazgatói pozícióba. Hát azért egy nehéz időszak volt. Tehát úgy, ahogy elmondtam neked, minden új igazgatónál egy új koncepció, össze kell szokni, meg kell ismerni, ki kell alakítani egy együttműködést. Ez nem volt teljesen zökkenőmentes, és nyilván próbáltunk. Ők is egy teljesen más vonalon indultak el. Tehát az már nem a zenés színház, ők inkább a prózai színházra fektették a hangsúlyt. És aztán történt, ami történt, tehát 2,5 év után történt egy igazgatóváltás, a város így döntött, hogy szeretné ezt megváltoztatni, és ugye Konrád került átmenetileg, tehát őt átmenetileg kérték fel arra, hogy vezesse a színházat. Nagyon nehéz időszak volt, 2008 volt, gazdasági válság volt. Hát színészek is nehezen élték meg, tehát gyakorlatilag spórolás volt. Éva, egy ilyen időszak mennyiben nehezíti meg a munkát? Hát abban nehezíti munkát, meg. Hát abban... Mert ezt a színházba látogatók is megérzik nyilván. Nem hiszem, hogy ők nem hiszem. Én azt gondolom, hogy a közönség nem ezzel foglalkozik, és nem is kell neki ezzel foglalkoznia. Ő bejön az előadásra. És az vagy tetszik neki, vagy nem tetszik. Nyilván volt egy közönség vélemény, ami abban nyilvánult meg, amit mi tapasztaltunk értékesítési területen, hogy lecsökkent a bérleteladási számunk, és elég komolyan lecsökkent. Tehát ez egy komoly jelzés volt, hogy esetleg változtatni kell. Megérkeztünk a Szikora érához. Itt is én azt hiszem, hogy kihívás lehetett, hiszen őt ismerte az ország mindenütt. Tudtuk, hogy ki ő. Azt is tudtuk, hogy milyen határozott és milyen elképzelésekkel érkezik, amit meg is valósított az elmúlt 10 évben. Viszont azt hiszem, hogy ez is egy fontos adalék a saját pályához is. Hát nyilván persze, az a saját pályámhoz is
megint egy másik történet. Ugye kinyitottuk az ollót, itt most a szakmámról beszélek, tehát azt mondtuk, hogy a kicsiknek is elindítunk bérletet. Igen. Tehát most egészen az óvodás kortól, korosztálytól van végig, ugye a felnőtt korosztály bérletünk. Ez nagyon jól működött, egészen nyilván a Covidig, amikor azért ott országosan megakasztott minden színházat, és nem csak a színházakat, hanem más a gazdasági területet teljes mértékben. Tehát mi is megszenvedtük. Tehát volt egy ilyen változás, hogy kinyitottuk ezt az ollót és bérletezünk, és nyilván újra egy prózai színház az, amit ő folytat, és az irodalmi értékek azok, amiket a Szikora János előtérbe helyez, és próbáljuk ezeket picit árnyalni, amikor mondjuk fogadunk előadásokat, és most itt a Csillagfény bérletre gondolok, amikor igen, mondjuk az Orlaitól fogadunk egy könnyed, jó színészek csapattal érkező produkciót, tehát azért próbáljuk a palettát színesíteni. Nyilván most nem egy musical színház vagyunk, és nem egy zenés színház vagyunk. Ha körbejárjuk a színházat, és fölmegyünk ott mondjuk a büfé elé, akkor legendát sorát látjuk, hiszen igen. A fotókon ott van tulajdonképpen az egész szakmai életed. A különleges előadások sorozata visszatekint ránk XY az elmúlt 30 évből, és ennek tükrében volt neked például kedvenc színészed? Színészeid? Én nagyon szeretem őket. Mindenki? És nem is emelnék ki. Jó. Nem is emelnék. És akkor mondok rá neked egy példát. Ugye, és visszakanyarodok a Diótörős Egérkirályhoz, amit itt bemutattunk Székesfehérváron, majd bemutatták Békés Csabán is, és ugye a Szomor Gyurci is tápolta, és ahogy életre jöjjön az előadás. És mi lementünk a bemutatóra. Hát ez nagyszerű volt, azért Békés Csaba nem itt van közelve, úgyhogy lementünk, nem is tudom, 3 órához, tehát megnéztük az előadást 3 órához, tehát majd visszajöttünk még aznap, és ugye a Békés Csabai színészekkel volt. És néztem az előadást, és azt mondtam, hogy jaj, olyan furcsa, és hogy én mennyire szeretem a saját színészeinket, és ők mennyire szépek, és nem tudom, egész mert biztos, hogy elfogult is voltam, de szerintem zseniális csapat, én nagyon-nagyon szerettem őket, és nagyon-nagyon profik, tehát kívülről úgy tűnik, hogy jaj, hát milyen bohém világ ez a színész világ, de itt azért ők kőkeményen megdolgoznak. Igen, hát ez egy közösség, mondom én, és egy családias légkör van, hiszen azért többet van kis túlzással a színházban az ember fia, hát mint otthon. Van. Ez így van. Ezért ez másként nem is működik. Nem. Most képzelj el egy főpróbahetet, amikor délelőtt próbálnak, este próbálnak, akkor már a darabba élnek, és nem is, tehát akkor nagyon sokan megoldják, hogy inkább itt alszanak, mert ez az ingázás, ez nem működik, mert különben teljesen kifáradnak. Nagyon sokat változott az elmúlt időszakban a munkád nyilvánvaló, hiszen változott, felgyorsult a világ is. Hogy néz ki egy hétköznapod mostanság? Hogy néz ki egy hétköznapom? Hát az attól mindig, ugye minden héten az én kis csapatommal szoktunk egy meetinget csinálni, akkor összegezzük az előadásokat, hogy fogynak, milyen segítség kell hozzá, nyilván akkor a kollégámtól, ugye Tóth Bence viszi most a marketinget, akkor leosztjuk a feladatokat, hogy mi az, amivel meg kellene segíteni, és nyilván nem csak az értékesítés van, hanem például van egy kiállítás szervezése, ami mondjuk hozzám tartozik, van egy új szövetségmaraton, mert mégiscsak a szlogenünk, ugye a Vörösmarty Színház, a közösség színháza, ezt ugye Szikora János megfogalmazta akkor is már, hogy ő mit szeretne létrehozni ugye a pályázatában, hogy ez legyen. És vannak ilyen rendezvényeink is például, mint az Új Szövetség Maraton, hiszen azt mindig igen. Szintén támogatjátok. Vagy vannak ugye a kiállítások, ami a társművészetekkel függ össze. Tehát mi mindenre nyitottak vagyunk, és szeretünk is a város életébe máshogyan is bekapcsolódni. A Lecsó Fesztiválon részt veszünk, most is részt fogunk venni például. Csinálunk egy nyílt napot, úgyhogy ezt majd hamarosan a közönség meg is fogja tudni, hogy milyen programmal készülünk. Tehát igen. Körülbelül így néz ki, és akkor hát vannak olyan sziszi-fuszi részei, amikor az előadásokat föl kell vinni a rendszerbe, mert mondjuk én vagyok a szuper user, és meg kell szépen a rendszerbe ezeket a kis kötelező köröket tenni, és akkor azt így. A pozitív visszajelzés megerősítést jelent neked?
Mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy a pozitív visszajelzés az nagyon-nagyon fontos lenne, és egy felmérés is volt ugye ezzel kapcsolatban, és most ahhoz kapcsolódok vissza, amikor te azt mondtad, hogy fontos az, hogy egy a belső hangulat milyen, tehát milyen egy munka, közösség, milyen egy csapat, hogy azok jó kondícióba legyenek, és segítsék egymást a munkába, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És én úgy érzem, hogy ennek része is az, hogy igenis szóban megköszönjük egymás munkáját, hogyha az jó. Én a saját csapatomon belül mindig ügyelek erre, hogy ez meglegyen. Ez így van, rendjén. Igen. Mit hozhat a jövő? Mit kívánjunk neked? Hát nem is nekem. Minden jót persze nyilván, de én azt gondolom, hogy azt kívánjuk, hogy az a nézőközönség, ami volt nekünk, az a 16 ezer fős bérletcsapat, az újra vissza tudjon jönni. Mi most ezen dolgozunk nagyon, úgyhogy szeretném, hogyha, bár nem könnyű időszak elé nézzünk, de aki támogatni szeretné a színházat, és örül, hogy Székesfehérvárnak van egy jó színháza, és van egy jó társulata, akkor azzal támogathatja a legtöbbet, hogyha jön hozzánk, nézze az előadásainkat. Így legyen, nincs kétségem felőle, hogy így lesz egyébként. Köszönöm szépen. Éva, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is. Kedves nézőink, a Vörösmarty Színház értékesítési vezetője volt a vendégem. Nagyon fontos számunkra, hogy a színház működjék. Várkony Évával erről beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.